Roland Lazenby, Michael Jordan, a levegő ura. Tony Travis, Roy Stanley Miller, Lacey Banks, L.J. Beauty és Ed McPherson emlékére, akik mindannyian testvérek voltak. Előszó. A védő nagy szemeket mereszt érthető módon. Épp egy olyan brilliáns mozdulatsort lát, amely később arra ösztönzi az emberiséget, hogy feltalálja magának a slow motion, azaz a mozgás lelassításának filmes technológiáját. Ki kellett találni valamit, bármit, ami lehetővé teszi, hogy visszanézhessük, pontosan mi történt egy mozdulatsor alatt, ami elsőre ésszel felfoghatatlannak tűnik. A felállás fájdalmasan ismerős, a támadásnál valami félresiklik, és a labdaeladás után lerohanás következik. Az egész védelem próbál visszazárni. A védő sprintel visszafelé, és ahogy megfordul, csak egy homályos foltot érzékel. A kosárlabda vörös mezben lévő sötét formánál van, aki cselezgetve hatalmas sebességgel szeli át a káoszt. Csinál jobbról-balról egy keresztátütést, majd egy óriási szökkenés kíséretében a csípője bal oldalától két kézzel felemeli a labdát. Ugyanabban a pillanatban kinyújtja a nyelvét. Néha van úgy, hogy épp csak a fogai között, de ezúttal az egész nyelv groteszk módon előbukkan, mint valami tréfás báb, amely szavak nélkül gúnyolja ki a védőt. Van az arckifejezésben valami szemérmetlen kár öröm, mintha a hamarosan bekövetkező zsákolás önmagában nem lenne elég megalázó. A harcosok mindig is ösztönösen vágtak ilyen arcokat, hogy megfélemlítsék a szemben álló felet. Lehet, hogy itt is erről van szó, de az is lehet, hogy nem több ez annál, mint amit MJ állít róla. Az összpontosítás sajátságos kifejeződése, amit még az apjától lesett el. Bármi is az igazság, a 22 éves Michael Jordan már jó előre eldöntötte, mi fog következni, és közben úgy nyújtja ki a nyelvét a védőre, mint maga síva a halál és pusztítás istene törne át a pályán. Majd épp ilyen gyorsan a nyelv eltűnik. Jordan még egyet szökken, és felemeli a labdát előbb a bal vállához, majd azt két kézzel az arca felé forgatja, ahogy a labda elhagyja a talajt, még épp a büntetővonalon belül. A védelem összezárna, de a nyurga alak már a levegőbe emelkedik, átséglik közöttük, miközben hatalmas jobb tenyerébe illeszti a labdát, közeledvén a cél felé. Karja egy pillanatra visszahajlik, mint egy lecsapni készülő kobra, és ahogy a gyűrű felé repül, szinte lebegve, mintha megállt volna az idő, nyugodtan beméri a célpontot. A szemtanúk számára a zsákolást kísérő csattanás mélyen felkavaró. Egy pavlovi reflexet vált ki, valami ragadozóra emlékeztetőt, mintha egy oroszlán néznénk a természetfilmes csatornán, ahogy széttép egy antilapot. A mozdulatsor tökéletes ívet ír le az elugrástól a leérkezésig. Később fizikusok és még a légierő egy ezredese is azt a kérdést tanulmányozza majd, amely szerte a világon lázban tartja a közönséget: Michael Jordan tud repülni? Megmérik a levegőben töltött időt, és kijelentik, hogy a repülés látszata csak illúzió, amit a sebesség miatt érzünk, amelyel felugrott. Ám minél többet beszélnek majd a különleges szombizmokról és vádliról, illetve az úgynevezett gyors rángású izomrostokról, vagy Michael súlypont emelkedéséről, annál inkább tűnik majd úgy, mintha csak levegő után kapkodnának. Jordan egész útja a büntetővonaltól a gyűrűig alig egy másodpercen át tart. Igen, Elgin Baylor és Julius Irving is képes volt elképesztő ideig a levegőben maradni, ám ők ezeket az ugrásokat leginkább még azelőtt mutatták be, hogy a videotechnológia képes lett volna rá, hogy a közönség igazán feldolgozhassa a látottakat. Air Jordan valamit teljesen más volt, a kor nagy jelensége, a múltól való elrugaszkodás, amely biztosan kiállja a jövő próbáját. Milliók közül, akik játszották ezt a játékot, ő az egyetlen, aki tudott repülni. Miután látta saját magáról a felvételeket, pályafutása korai szakaszában, maga Jordan is eltöprengett a kérdésen. Repültem? Pár pillanatra teljesen úgy tűnt. A legegyedibb tehetség olyan, mint egy felvillanó üstökös az égen fel sem fogjuk, mit láttunk, csak az utána feltűnő fénycsóvára csodálkozunk rá igazán. Michael Jordan lenyűgöző játékos karrierjét a rajongóknak, a médiának, korábbi edzőinek és játékos társainak, sőt, még magának Jordannek is nehéz értelmeznie mind a mai napig. Néha azon töprengek vajon milyen lesz mindenre visszagondolni, mondta egyszer, és hogy egyáltalán valódinak tűnik-e majd valódi volt. Később eljön az idő, mikor egy már teltebb Michael Jordan fáradt arccal találja magát a kritikák és mutogatások keresztüzében, és internetes kirohanások taglalják majd tulajdonosként elkövetett hibáit vagy jellembeli hiányosságait. Ám még ezek sem tudják beárnyékolni kisugárzását, amelyet játékosként árasztott az emberekre, amikor még nem evilági dolgokat művelt a pályán. Kezdetben csak Michael Jordan volt, egy újabb bizonytalan jövőjű kamasz srác Észak-Karolinából, aki azt tervezgette, hogy középiskola után a légi próbálja ki magát. A korai 80-as években kezdődött az átalakulása michael a gyűrűk arkangyalává. Eközben a személyisége beindította a Nike üzleti birodalmának felemelkedését, és ez a cég hamarosan fiatal uralkodójává fogadta őt, ez a szerep egyszerre felszabadította és bebörtönözte. Ő lett a hozzáértés szobra világszerte. Úgy tűnt, senki nem tud semmit olyan jól csinálni, mint ahogy Michael Jordan kosarazni. A hozzáértését csak az önbizalma múlta felül, jegyezte meg Lacey Banks, egy régi motoros csikágói sportújságíró. A profi sport mindig is harcolt merev imidzse ellen, hogy pusztán felnőtt férfiak rohangálnak egy leginkább alsónadrágnak látszó valamiben. De Jordan mindezt új szintre emelte a repülésével. Először csak egy kis lépéssel érte ezt el, menővé tette a sportot. Aztán meglehetősen hamar magába bolondította a közönséget szerte a világon, épp amikor a tévéadások népszerűsége elérte a csúcsát Amerikában. A felejthetetlen 1991-es Gatorade reklámból mantra lett egy egész generáció számára. Néha azt álmodom, hogy ő én vagyok. Így látom magam álmomban. Bár csak olyan lehetnék, mint Mike. A kultúra és a technológia összefonódása egy soha nem látott szerepbe emelte őt. Úgy lett a globális sportnak és egy üzleti birodalomnak is a reklámarca, hogy aki csak látta, Csodálattal adózott iránta. A kosárlabda szakértő újságíró Árcsánszky, aki az Észak-Karolinai Egyetemen még csak, mint átlagembert követte Jordant, így emlékezett arra a meglepetésre, amikor meglátogatta a játékost. Teljesen sokkolt a régi Chicago stádiumban, amikor MJ átsétált az alsó szék sorok közötti folyosón a palánk mögött, hogy kiusson a pályára micsoda hatással volt az emberekre, akik mellett elhaladt. Felnőtt férfiakra és nőkre. Tudják, mennyit kellett gürcölniük, hogy egyáltalán megvessék azokra a helyekre a jegyeket? Néztem az arcukat, a mimikájukat. Elég volt maga a tény, hogy Michael pár méterre volt tőlük. Mintha maga a messiás sétált volna előttük. A meccs után az öltözőnél legalább tízes sorokban álltak körülötte az emberek tényleg messiás volt. Az őt körülvevő imádat olyan félelmetesre nőtt, hogy később a Bulls piárosa Tim hálem Jézusként kezdett Jordanre hivatkozni. Néha ezzel a kérdéssel fordult a marketing asszisztenshez. Láttad ma Jézust? Ehhez a fejlődés történethez kellett a rendíthetetlennek tűnő jó szerencse is. Ráv Samsonnak volt egy emlékezetes rivalizálása Jordannel az egyetemi ligában, amikor még mindkettejük szem előtt az a cél lebegett, hogy megnyerjék az év egyetemi játékos a díjat. Az azt követő évtizedekben ő is lenyűgözve nézte, meddig jutott el a nagy ellenfele. Samson is elismerte Jordannek ott voltak a fantasztikus fizikai adottságai és a példátlan munkamorája, de nem lehetett eltekinteni attól sem, hogy bőségesen jutott neki a szerencséből is. A legjobb edzőkkel áldotta meg őt a sors, és remek csapattársakkal is együtt játszhatott. Folyton dolgozott a játékán, és ha nem volt elég jó valamiben, az motiválta, hogy abban is a legjobb legyen mondta Samson egy 2012-es interjúban azon az estén, mikor őt magát iktatták be a hírességek csarnokába. De azt is el kell ismerni, hogy a megfelelő szituációba került a megfelelő edzőkhöz, akik látták benne a képességet és a tehetséget, és olyan csapatársakkal vették körül, akik illettek hozzá. Szóval azt mondhatom, mindezek összessége alakította őt azzá, ami lett. Azonban nincs, aki inkább tisztában lenne az események különleges láncolatával, amely Jordan életét formálta, mint maga Jordan. Mindez az időzítésem múlik, mondta. 50. életévének küszöbéről visszatekintve. Ám az időzítés és a szerencse csak két összetevője a titoknak. George Mumford sportpszichológus először teljesen megdöbbent, mikor megfigyelte, milyen elképesztő lendülettel áll Jordan az edzésekhez 32 évesen is. A szakember, aki épp akkor kezdett a bulznál dolgozni, hallott Jordan híresen nagy étvágyáról, és arról, hogy milyen keveset alszik, ezért egyből azt gyanította, alanya mániás depressziós, vagy bipoláris, esetleg mindkettő egyszerre. Fenetikus volt, ahogy az egész teret maga körül felvillanyozta a szuper energiájával. Emlékezett vissza Manford. Azt hittem, ezt a szintet nem lehet fenntartani. A pszichológus úgy gondolta, Jordan valószínűleg valamelyik betegség mániás fázisába került. A mániás depresszióban szenvedők időnként extrém hangulati magaslatokat élnek át, ami nagyon mélyre esnek vissza. Épp ezért a következő hetekben a szakemberek alaposan figyelték Jordant, keresve a depresszióba zuhanás jeleit. Ám miután tanulmányozta Michael-t, Manfordnak rá kellett jönnie, hogy az eltökéltség és az extrém versenyszellem nála alapállapotnak számított. Mivel ő maga is kosarazott a Massachusetts Egyetemen, és egy szobában lakott Julius Irvinggel, Manford rengeteg tapasztalatot szerzett az sportolókról. Nem sokára viszont már úgy gondolta, Jordan valami teljesen más szintet képvisel. A magas teljesítménynek abban a tartományában, amelyet más atléták is csak nagy küzdelem árán érnek el, Jordan otthonosan mozgott. Michaelnek csak találnia kellett valamit, amivel abba az állapotba tudta hozni magát, magyarázta Manford. Minél többször kerülsz ebbe a zónába, annál többször akarod újra átélni. A legtöbben nem tudják ezt fenntartani. Michael képessége, hogy belelovalja magát ebbe az állapotba, ahogy koncentrálni tudott és közben kizárta a külvilágot, emberfeletti volt. Mintha más bolygóról jött volna. És hogy mi történt a meccseken? Manford így fogalmazott. Ő volt a hurikán szeme. Minél intenzívebb lett a helyzet, annál nyugodtabbá vált. Jordan azzal töltötte karrierje első éveit, hogy rájöjjön, hogyan használja ki képességeit, és miként tegye ezt csapatban, mert a leghőbb vágya mindig is a győzelem volt. Bár a nagy közönség figyelmét először repülésével ragadta magához, mindent elsőprő versenyszelleme kellett ahhoz, hogy végig meg is tartsa azt. Nem is telt sok időbe, hogy a benne lakozó megingathatatlan küzdeni akarásért, amelyel szinte mindenkit és mindent próbára tett maga körül, a publikum rajongani kezdjen. Tesztelte barátait és barátnőit, elég hűségesek-e, edzőit és csapattársait, hitük és akaratuk elég szilárd -e ahhoz, hogy vele dolgozzanak. Minél többen gyűltek köré, annál több embernek kellett átmennie a próbán később azt terjedt róla, hogy ezt a gyakorlatot meglehetősen durván csinálta. James Worthy, aki csapattársa és barátja volt az Észak-Karolinai Egyetemen, zsarnokként jellemezte őt. E tulajdonságát maga Jordan sem tagadja. Kemény tudok lenni, ismerte be 1998-ban. Ám leginkább önmagát tesztelte. Úgy tűnt, hogy sportolóként már egészen korán felismerte a titkot. Minél több nyomást helyez magára, annál inkább képes a helyzet magaslatára emelkedni. Mindez hozzájárult mérhetetlen komplexitásához. Tex Winter, aki hosszú ideig volt a Chicago Bulls segédedzője, és bármely másik szakembernél hosszabban dolgozott Jordannel, úgy fogalmazott, hogy bár hat évtizedet töltött ebben a sportban, soha nem találkozott bonyolultabb személyiséggel. Az ő jellem egy külön tanulmány. Tényleg az, mondta Winter Jordanről, miközben a közös munkájuk már a végéhez közeledett. Azok közül a dolgok közül, amik mákölt mozgatják és azzá teszik, ami jó pár van, amelynek megértéséhez nem vagyok elég intelligens. Szerintem nagyon jól megértem őt, noha sok tekintetben még mindig egy rejtély, és azt hiszem, mindig az is marad, talán még önmaga előtt is. Ez a felismerés sok rajongónál akkor következett be, amikor meghallották Jordan ünnepi beszédét, amit 2009-ben mondott azon a gálán, amelyen beiktatták őt a kosárlabda hírességek csarnokába. E beszédben kemény szavakkal illetett sokakat karrierje meghatározó szereplői közül, beleértve még egyetemi edzőjét, Dean Smith-t is. Egykori csapattársai, továbbá a szakkommentátorok és a rajongók mind megdöbbentek ennek hallatán. Jordan mégsem az volt korai éveiben, mikor olyan tökéletesnek tűnt körülötte minden, akinek gondolták. Abban a hitben éltek, hogy ismerték. Tévedtek. Első rész. Cape Fear, A rettegés foka. Első fejezet. is Shelter. A kosárlabda istene, ahogy később a szurkolók nevezték világszerte, vérző orra látta meg a napvilágot egy hideg februári napon. Annyira hideg volt Brooklynban mindenütt ezen az 1963-as februári vasárnapon, hogy a tízemeletes Cumberland kórház előtti csarnokfedelek rácsain át gőz csapódott fel. A kosárlabdaguru Howard Garfinkel rámutatott arra, hogy a ma már menedékhelyként működő intézet a King testvérpár szülőhelyeként is szolgált. Albert és Bernard is NBA játékosok voltak, utóbbi ma már a hírességek csarnokának tagja. És méltán legendás helyszín egy olyan, a sportikonjait jellemzően nagybecsben tartó városban, mint amilyen New York. Bár Brooklynban kezdődött el a siker történet, de ahhoz, hogy teljes egészében megértsük Jordan különleges életét és felemelkedését, még a 19. -20. század fordulója előtti időkbe, Dédnagyapja születéséig kell visszamennünk aki az Észak-Karolinai partisíkságon látta meg a napvilágot. Azokban az időkben a halál mindenütt jelen volt. Reggelenként felkúszott az emberek orrába, és összekeveredett a sós levegővel. A sirályok sziréna módjára rikácsoltak a nyomor negyedekben, a túlélésben pedig sokkal inkább csak reménykedtek, de az nem volt magától értetődő. Ezen a helyen kezdődött Michael Jordan élete egy folyópart menti vadászkunyhóban, ahol fenyőerdők és mocsarak között süvít a szél, ahol a holtfény oly csöndesen csorog, amely egyfajta kukorica párlat volt, írja a szerkesztő, és ahol a titkok úgy a levegőben, mint a fáról csüngő szürke mohacsomók. 1891-ben járunk, mindössze 26 esztendő telt el a zűrzavart és rengeteg erőszakot okozó amerikai polgárháború óta. A hely a Pender megyében található apró folyómenti falucska, Holy Shelter, Wilmingtontól északnyugati irányban 30 mérföldre vagy még inkább 40-re, ha tutajjal kanyarogsz a North East Cape Fear folyón, ahogy azt Jordan felmenői gyakran tették. Holy Shelter, jelentése magyar menedék, írja a szerkesztő, állítólag a függetlenségi háború idején kapta a nevét, amikor a katonák a hideg téli éjszakákon a magyar tölgyek alatt bújtak meg. Egy másik magyarázat azonban még valószínűbbnek tűnik. Az ott található Szavannát mocsaras területek veszik körül, és a kizsákmányolóik elől menekülő rabszolgák a Lápvidéken bújhattak meg, amikor menedéket kerestek. A térség meg annyi rabszolgatartó ültetvények közül az egyik állítólag egy georgiai fehér prédikátorhoz tartozott, akit Jordannek hívtak. Az egyenjogúsító intézkedésekkel számos felszabadított rabszolga érkezett hol is a mocsárban telepettek le, magyarázta Walter Bannerman, Jordan egy távoli rokona. Hol is csak egy mocsár, semmi több. Rövidesen a nehéz idők megfosztották a hely nevét eredeti jelentésétől, az egykori menedék egyre kevésbé nyújtott valódi oltalmat. Jordan dédapja 1891-ben egy tikkasztó júniusi napon született. Egy újabb, már megszokott óceánparti vihar elvonultával, ami gyakran veszélyeztette a helyiek életét. Halott kémek jelentései szerint a viskók övezte régiót megdöbbentően magas számú halva születés és csecsemőkori halálozás jellemezte. Ezért a helyiek sokszor napokat, Sőt, heteket vártak azzal, hogy elnevezzék gyermekeiket. Ez az újszülött viszont nagyon is élt, amiről az édesanyját azonnal felriasztó, harsány sírás tett tanúbizonyságot. Akkor még senki nem sejtette, hogy a vékony hang olyan basszussá érik majd, aminek hallatán sok évvel később az izgága, hat esztendős dédunoka, Michael is azonnal haptákba vágja magát a fai elkülönítést előíró Jim Crow törvények, Jim Crow az afroamerikaiak egyik gúny nevéül szolgált, írja a szerkesztő, és a fehér felsőbbrendűség politikája végig söpört Észak-Karolinán, olyannyira, hogy a korszak hatását évekkel a felszabadítást kimondott törvények után is érezni lehetett. Egy olyan világban, ahol az embertelen bánásmód mindennapos rutinnak számított, Michael Jordan dédapjára egy életnyi küzdködés várt, amelynek során szűnni nem akaró rasszizmussal kellett szembenéznie. Ennél is borzasztóbb, hogy egymás után veszítette el szeretteit, barátait és unokatestvéreit csecsemőket, kislányokat és fiatal embereket, akármelyik hozzátartozóját elveszíthette az ember ebben a partmenti közösségben, ráadásul legtöbbüket életük kivirágzásának szakaszában. De mindezek a dolgok még a kisfiú élete előtt állnak. Születésének napján, 1891. júniusában anyja, az akkor 21 éves Charlotte Hand szorult helyzetben találta magát, ráadásul a gyermek apjával, egy Dick Jordan nevű emberrel nem is voltak házasok. A nyomor negyedben a házasság fogalma meglehetősen idegen volt, mivel az egészen 1863-ig hatályban lévő törvények megtiltották rabszolgák házasodását, a legtöbb alapvető emberi jogokhoz hasonlóan. S bár 1891-ben technikailag már lehetséges lett volna a frígy, a szerződéses szolgálók házasságát még mindig szabályok nehezítették. Az államban egykor érvényes embertelen törvények lehetővé tették a rabszolgatartók számára, például a hogy a fiatal engedetlen néger férfiakat kasztrálják. A rideg és bizonytalan 1890-es években a fiatal Dawson Hand csak anyja szeretetére hagyatkozhatott. Egy gyermek maradt, és kettejüket különleges kapocs kötötte össze a születés után Charlotte a rokonainál talált menedékre. Két fiú testvérével és azok családjaival nevelve dawson -t. A fiú életének első két évtizedében a Dawson hennevet nevet használta, és bár anyjával szívesen látott vendégnek számított, ahogy idősödött, egyre nyilvánvalóbbá vált, mennyire különbözik a többiektől míg a Hen család tagjai világosabb bőrtónussal rendelkeztek, olyannyira, hogy akár fehérnek vagy indiánnak is nézhették volna őket, addig a Jordan familiát a sötét, majdnem ében fekete bőr jellemezte. Az elbeszélések szerint a megannyi Hen testvér és unokatestvér közül mindössze egynek volt igazán sötét bőre, ami szintén fehér felmenőkre utalt. Az eredeti fehérbőrű hen családot Pender megye egyik prominens rabszolgatartó dinasztiájaként tartották számon, és a plegykák szerint sokuknak félvér is születtek. A leszármazottak között régóta keringett egy történet, amely szerint az egyik fehérbőrű hend egyszer beismerte ezt az egyébként nyílt titkot, amikor felfedte, hogy az egyik sötétbőrű hend az ő fívére. A család történelme talán azt is megmagyarázza, hogy Dawson a tinédzser éveiben miért vette fel apja családnevét, és került be a hivatalos iratokba immáron Dawson Jordanként. A serdülő fiú fiatalemberré érett, akiről ránézésre nem mondanánk meg, hogy köze lesz a majdani szoborszerű ükunokához. Dawson meglehetősen alacsony ember volt. Egyes beszámolók szerint csak 165 cm, amihez zömök testfelépítés párosult. Ha ez nem lett volna elég, még sántított is, rossz lábát végig maga után húzva hosszú élete során. Amiben viszont hasonlított ükunokájához, az elképesztő fizikai ereje és bátorsága volt cselekedetei, melyeket e tulajdonságok inspiráltak, évtizedekkel később is a helyi közösség beszéd témájául szolgáltak. Ami talán ennél is fontosabb, olyan ellenségek ellen, akiknek létezését későbbi nemzedékek talán fel sem foghatták, megalkovást nem tűrően küzdött, legyőzhetetlenül. Egy ilyen különleges életet vizsgálva könnyű átsiklani a Michael Jordan személyiségét talán leginkább formáló tényező felett. Dawson fiatal évei túlnyomó részében négy generációnyi férfival élt egy fedél alatt a Jordan családban. Ha a kor szociális körülményeire gondolunk, hogy milyen veszélyekkel kellett szembenézniük az afroamerikai férfiaknak, világossá válik, mennyire ritka lehetett ez a családmodell. Déd nagyapja Dawson, ahogyan sokszor hívták, tekintélyével fontos szerepet töltött be a fiatal Michael Jordan életében. Az egész család csak nem egy évtizeden át együtt élt egy az Észak-Karolinai Ticsiben található farm közösségben. Bár már bőven az autók idejében jártunk, Dawson Jordan ragaszkodott ahhoz, hogy a család egy összfér után kötött ökrösszekéren utazzon. Az öreg imádta a szekerét, ami nem meglepő, ha belegondolunk, hogy azt nem csak családja fuvarozására, de szeszcsempészetre is használta. Mielőtt megindult az éjszakába, gondosan kipárnázta állat a talpait, a tengelyt pedig bezsírozta, hogy a lehető leghalkabban tudjanak haladni. Nappal a dédunokákra szegeződött minden szempár, akiknek kedvenc elfoglaltságai közé tartozott felugrani a platóra, hogy elcsípjenek egy fuvarta városba. És ha ez a terv dugába dőlt, dédabjuk malacainak hetcelésével vigasztalódtak. Így ment ez egészen Dawson 1977-ben, Michael 14. születésnapja után nem sokkal bekövetkezett haláláig. A Jordan fiúk talán fel sem fogták, hogy az összvér, a disznók és dédapjukkal kapcsolatos összes emlékük egy tartalmas és tisztességes élet szimbólumai voltak. Ahogy Michael magyarázta évekkel később, Dawson Jordan nem sokat beszélt a múltjáról vagy az állatok jelentőségéről. Ő azzal mutatott példát családjának, ahogyan élt. Nevének puszta említése a mai napig könnyeket csal elő híres dédunokájának szeméből. Hihetetlenül kemény ember volt, mondta róla. Ilyen volt ő, kétség sem férhet hozzá. A folyó Talán akkor értheted meg igazán Dawson Jordan világát, ha a Holy eltörben kiállsz a Nardis Cape Fear folyóhoz, és beszippantod a reggeli friss levegőt. A hely ma főleg mezőgazdasági és vadvilági területből áll, de a fények most is ugyanolyanok, mint egykoron. Vakító szépséggel kelnek táncra a víztükrön, csak a reggeli ködnek van esélye itt-ott elnyelni őket. Ha nyugalomra vágysz, bejebb kell menned a mocsaras erdők és a szurdokok mentén, míg eléred az árnyakban megbújó érintetlen, fenséges mocsári fenyőket. Dawson Jordan fiatal korának nagy részét ezekben az erdőkben töltötte, a szurdok medrekben dolgozva. Kivágások után a fatörzseket összekötötték, majd egyfajta óriás tutajként leúztatták őket a Nardes képfír a Wilmingtoni hajó Nem gyáváknak való munka volt. Dawson Jordan férfivá érett a 20. század fordulója után, a folyó jelentősége pedig az utolsó mocsári fenyők eltűnésével és a teherautók megjelenésével elhalványult. Fiatal életének meghatározó része volt az erdő. Tudta, hogyan kell vadászni, megtisztítani a leölt vadat, majd felhasználni azt. Évekkel később már idős emberként a terület vadászházai alkalmazták, hogy tagjaik nagy örömére készítsen nekik lakomát a zsákmányból. Kilenc évesen vállalt először munkát, miután meggyőzte a felügyelőket, ő valójában tizenegy, és így elég idős ahhoz, hogy a földeken dolgozzon. Már írni és olvasni is tudott, mivel rendszeresen bejárt a helyi, egyetlen tanteremmel rendelkező, színeseknek fenntartott iskolába. A négy hónapos oktatást rendszeresen félbeszakították, hogy a gyerekek kimehessenek dolgozni a földekre és a közeli fűrészmalmokhoz. A szüleim sokszor mondták, milyen nehéz munka ez. Emlékezett vissza Morris Eugene Jordan, egy távoli rokon, aki Pendőr megyében farmerként dolgozott. A diákok saját maguknak vágták a tüzifát, és nekik kellett tüzelniük az iskolában lévő kályhában a jobb iskolákba járó fehér gyermekeknek is. A 20. század első évtizedeiben nem volt elektromosság, folyóvíz vagy vezetékhálózat, ahogy kikövezett utak sem. Nem meglepő módon a középosztály sem létezett. Ez azt jelentette, hogy minden férfi, legyen az fekete vagy fehér, a farmi létfenntartás kétségbejtő közegében találta magát, vagy napszámosként, vagy részes aratóként, esetleg haszonélvező földbérlőként, de mindenképpen a kevés szerencsés földtulajdonosnak robotolva. Egy részletes tanulmány szerint, amelyet az Észak-Karolinai Mezőgazdasági Testület több mint ezer gazdálkodó családot megvizsgálva hozott nyilvánosságra, a részes aratók napi 30 centnél kevesebbet kerestek, sőt olykor csak 10 centet. A hosszú munkaórák ellenére. A tanulmány azt is leírja, Többségüknek nem volt lehetősége arra, hogy saját magának termessen, ezért gyakran kellett másoktól kölcsönkérniük pusztán azért, hogy legyen mit enniük, és a számlákat ki tudják fizetni. Körülbelül 45 ezer birtok nélküli család élt ilyen körülmények között. Két szobás, beltéri, vízvezeték nélküli vityilókba zsúfolódva, ahol a plafonon és a falakon lévő lyukakat, repedéseket újságpapírral kellett letakarni. A bérelt házak mindössze harmadához tartozott valamilyen melléképület. Az egészségtelen körülmények magyarázatot adtak az ezekben a családokban előforduló betegségekre és a magas csecsemű halandóságra, ahogy arra is, miért volt ez az arány sokkal magasabb, majdnem kétszeres a fehér családokban tapasztaltakhoz képest. Charlotte Hand és fiat Dawson a Hand família segítségével valahogy felülkerekedtek a zord körülményeken, a csemete pedig hamar megtanulta, hogyan lehet a tutajt kormányozni, elsajátítva ezzel a család és a közösség egyik legfontosabb tanát. Nem volt egyszerű megépíteni azokat a tutajokat. A gyakran viharos időben az árapály szeszélyének kitett folyó veszélyesen hullámzott, a kígyókról nem is beszélve. Elképesztő fizikai erővel kellett rendelkeznie annak, aki a fejébe vette, hogy három összeláncolt röntutajjal nekivág a kanyargós folyamnak. Bármennyi veszélyt is rejtett, Dawson imádta a vízi fuvarozást, akkor bevett szállítási módját, főleg amikor egyik unoka testvérével, Galloway Jordannel dolgozhatott együtt, Maurice Eugene Jordan, egy Pennőr megyében élő és gazdálkodó rokon, így emlékezett vissza apja, Delmar Jordan szavaira. Dawson elsőrangú tutajos volt, ugyancsak egy rossz lábbal. Sok volt a közös vonás. A Nordis Cape Fear folyón rendszeresen volt árapály, ami különlegesen nehéz feladatot jelentett. Figyelniük kellett az áradásra és az apadásra. Gyorsan kellett végezniük a munkát ciklikusan, a holthoz igazodva. Ha a folyó elég magasan járt, elindultak, de amikor éppen apadt, egy fához kellett kötniük a tutajukat és megvárni az újabb árhullámot, magyarázta Morris. Ez időnként órákig tartott. Vittek magukkal ételt és edényeket, és ilyenkor főztek maguknak valamit. A hálátlan, sokszor veszélyes munkát felszabadított rabszolgák, tutajosok és parasztok egyaránt végezték. A folyon dolgozók a társadalom legalsóbb osztályaiból jöttek, akiket alig fizettek meg. Sokszor napi pár centtel szúrták ki a szemüket, ami nem volt több, mint a legszegényebb földbérlők fizetsége. Dawson Jordan mindezek ellenére élvezte a munkát, mert szabadságot adott neki. A munkafelügyelők feljegyzései alapján saját magának kereste a betevőt, nem állt senki alkalmazásában. A munka azt is lehetővé tette számára, hogy egyszer-egyszer elutazzon Wilmingtonba, az egzotikus kikötővárosba, amely a világ minden tájáról fogadta a hajókat és azok legénységét, bárok és kuplerájok egész sorát vonultatva fel. Szinte látjuk magunk előtt, ahogy Dawson Jordan kiült utaja szélére, a tiszta ég alatt, egy száz ezelőtti hideg éjszakán, a ragyogó csillagokat fürkészve. Valószínűleg ezek a folyón töltött esték jelentették számára az egyetlen menekvést a gyakran nyomasztó valóságból. Michael Jordan déd nagyapja talán ezekben a pillanatokban érezte magát a legboldogabbnak. Évtizedekkel később Michael, megidézve felmenője szellemiségét, azt mondta: Csak a kosárlabda pályán nyugodott meg a lelke csak ott talált menedéket egy olyan világ elől, amely sokkal aggasztóbb és fusztrálóbb annál, mint ahogyan azt milliónyi szurkolója és követője valaha elképzelhette. Bár hivatásuk nem is különbözhetett volna jobban, a két Jordan szoros kapocs kötötte össze mindketten keményen megdolgoztak mindenért, amit elértek, és Dawson valószínűleg élvezte volna, ha akár csak egy pillanatig megízlelheti azt az életstílust, ami híres dédunokájának jutott. Clementin michael -el ellentétben, aki válogathatott a világ legvonzóbb női közül, az alacsony, mozgássérült Dawson egy kicsi, elszigetelt közösségben tengette életét. Édesanyjával élt együtt, és akár az erdőben, akár a folyón akadt munka, nehéz és veszélyes körülmények között kellett dolgoznia. A kor nehézségei sok emberi kapcsolatot ellehetetlenítettek, ő mégis kaphatott egy kis ízelítőt abból, milyen lehet egy igazi szerelem, amikor anyja hosszú idő után társra találta nála húsz évvel idősebb Isaac Killon személyében. Amikor 1913-ban összeházasodtak, a férfi már bőven a hatvanas éveit taposta, de boldogságuk Dószont is reménnyel töltötte el. A fiú bízott abban, hogy a szerelem egyszer majd őt is megtalálja. Hamarosan így is történt, Dawson az esélytelenek nyugalmával kezdett el udvarolni Clementine Burrsnek, akinek nevét valószínűleg a híres, 1884-ben népszerűsége csúcsán lévő Oh My Darling Clementine című dal ihlette. A lány, aki szüleivel és hét fiatalabb testvérével élt Holly egy évvel volt Dawsonnál idősebb. Hasonló körülmények között éltek, kapcsolatuk pedig a kor szelleméhez igazodva kezdődött. Így el kellett telnie némi időnek, mire a félénk beszélgetések igazi randevúkká váltak. A mélyen érzelmes Jordan családra nem voltak jellemzők a könnyed kapcsolatok, Dawson pedig, követve a családi mintát, igaz szerelemre talált. A pár 1914. januárjában fogadott örök hűséget egymásnak, majd elkezdték közös életüket. Klemör, ahogyan mindenki nevezte a lányt, nyolc hónappal később mondta el Dawsonnak gyermeket vár, hogy aztán 1915. áprilisában egy erős, egészséges fiúnak, William Edward Jordannek adjon életet. Az újdonsült apát hihetetlen boldogság öntötte el. Bár tovább tarthatott volna az örömük. A baj első jelei nem sokkal a szülés után jelentkeztek, éjjeli verejtékezés és vizelési problémák formájában. Aztán Klemör elkezdett vért köhögni, ami a tuberkulózis vagy más néven a gümőkór legjellemzőbb tünetének számított. A gümők megakadályozzák a szabályos tüdőfunkciót, emellett káros anyagokkal árasztják el a szervezetet, és a betegséget okozó baktérium akár az agyat is megtámadhatja. A feketék betegsége volt a tuberkulózis, emlékezett vissza Morris Eugene Jordan. Akkoriban nem sokat tudtak tenni ellene. A levegőben terjedő kór könnyen fertőzött, és bár Észak-Karolina azon államok közé tartozott, ahol szanatóriumot nyitottak a feketéknek, az intézmény 1899-ben mindössze egy tucat ágyjal rendelkezett, a kezelés elképesztő költségeiről nem is beszélve. A családok számára az egyetlen alternatív megoldás egy sátor vagy átmeneti épület felhúzása lehetett, ahol elkülöníthették a betegeket, hogy ne fertőzhessenek meg másokat, de utolsó napjaikat mégis családjaikhoz közel tölthessék. A leépülés sokszor hónapokig, sőt évekig is elhúzódhatott. Bár Clemmer Jordan még a betegség korai szakaszában orvoshoz fordult, az asszony 1916-ban nem sokkal fia első születésnapja után életét vesztette. Akkoriban nem volt szokatlan egy fiatal özvegyembertől, hogy gyermekét magára hagyja. Dawsonnak is egyszerű lett volna fiát odaadni Klemör családjának, hogy ők neveljék fel. Nem lett volna nehéz a Wilmingtoni kikötőben valahova hajó szakácsként elszegődnie, de ahogy az a nyilvános archívumokból kiderült, nagyon szerette elhunyt feleségét, és legalább annyira totyogó gyermeküket. Tette is ezt igazolták, erőfeszítéseivel pedig megágyazott annak a történetnek, amelynek főhőse Michael Jordan lett. Néhány hónappal később dawson újabb megrázkódtatás érte, amikor megtudta, hogy a mindössze 40 éveiben járó édesanyja gyógyíthatatlan vesebetegséggel küzd. A partisíkságon ez sajnos nem volt meglepő, különösen Pender megyében, ahol 1917-ben és 1918-ban a spanyol nátha járvány miatt a halálozási arány előbb a háromszorosára, majd a négyszeresére emelkedett. Dawsonnak végig kellett néznie, ahogy családtagjai, munkatársai és azok szerettei sorra veszítik el életüket. Mindössze 90 nap alatt 1917. szeptembere és novembere között a járvány több mint 13 ezer észak-karolinai életét követelte. Rosszabbodó betegsége miatt Dawson anyja elköltözött férjétől vissza fiához. Ahogy élete a végéhez közeledett, már nem tudott segíteni unokája gondozásában Dawsonnak, ezért a férfi segítséget fogadott maguk mellé egy fiatal nő személyében. Ethel Lane szintén anya volt, és saját gyermeke mellett segített ellátni Sárlotot és a kis Williamet. Ha még nem lett volna elég nehéz a család helyzete, Isaac Kilon váratlanul elhunyt, és sajnos Dawson édesanyja három hónappal később követte őt, megadva magát súlyos vesebetegségének. Charlotte Hand Kilon holly a folyó melletti Bannerman's Bridge úton van eltemetve. Fia Dawson, aki mindig is családra vágyott, izgága élettel teli kisfiát leszámítva egyedül maradt. Apa és fia együtt élték le életüket a partmenti közösségek között vándorolva, megosztva egymás közt betevőjüket, annincstelenség ellen vívott, soha nem múló harcban. Ha csak a fejezésekre hagyatkoznánk, azt mondhatnánk, nem értek el sok mindent életük során. Az idő azonban felfedte az utánuk következő nemzedékek számára fennhagyott örökségük jelentőségét. Hogy ez így lehessen, előbb túl kellett élniük a közelgő szürreális, emberi gonoszságot sem mellőző időket. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice!